Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy vlog lesz, egy mini vlog, vagy nem tudom, hogy fog végül kinézni. Szóval, láthatjátok, hogy eddig nem ebből a szobából jelentkeztem be soha. Egy, kettő, mögöttem van egy nagyon-nagyon üres fal felület. Mutatom, mert nem sok látszódik. No, és a lényeg az, hogy ma reggel megjött az új könyves polcom, ami oda fog menni, úgyhogy ennek gyakorlatilag az összeszerelése lesz valamennyire benne az oda, az lesz igen, kb. A vlog, hogy oda betesszük a polcot, és valószínűleg arról is lesz benne egy kicsi része, hogy átrendezgetem, mert mint látjátok, ugye továbbra is tele van a könyves polcom, illetve jelenleg a ruhás szekrényem tetején van minden más könyv, ami nem fért a polcra magára. Úgyhogy igen, ez lesz a mai kis videó. Előzetesen megjegyzem, hogy egyébként egy baromi nagy polcot vettem, tehát nagyon nagyot. Azért, mert annyi hely lesz rajta, hogy itt a földön van egy csomó doboz is, amiben egy csomó cucc van, amiket szintén ki fogok tudni rápakolni, mert lesz neki hely, illetőleg a következő pár évre biztosan elegendő hely lesz rajta a könyveknek is, mert azért olyan sokat azért nem szoktam vásárolni, tegyük ezt hozzá, szóval olyan hű, de nagyon-nagyon sok könyvet szerintem ahhoz képest nem veszek. Szóval igen, elég lesz egy időre. Remélem, és remélem, hogy be fog férni a helyére, mert hatalmas polcot vettem, de jó lesz, jó lesz. Már izgatottan várom, hogy milyen lesz, és akkor végre ott lesz, és igen. Meg, hogy majd milyen lesz előtte videózni. Na igen, szóval polc összerakás. Ez lesz a mai videó. Az ott nem nyílik. Tépjen csak le. Csak tépjem le. Á! Apa dolgozik. Köszönj, apa. Ezt a fejét fordítsd le. Akkor nem köszönsz. Hello. Nem volt benne a fejed. Egy Billy a helyén. Már csak három kell. Ide. Elfáradtunk, de ott a polc. Most ki kéne találni, hogy hogyan tovább. Na, akkor ez most így néz ki. Na mindegy, most ilyen lesz a fejem. Na, tegnap már nem tudtam elmondani, amit akartam, mert fáradt voltam, meg pakoltam, és anyai filmet néztek, ami belehallatszódott a videóba. No, mint látható, mögöttem kész a polc. Nagyjából fogjuk rá, próbáltam nagyjából berendezgetni, hogy majd, amikor már videózok kb. Innen, akkor jó legyen. És igen. Szóval, tegnap egész nap elment azzal, az egész nap elment azzal, hogy ezt a négy polcot betegyük ide. Főleg azért, mert, mint mondtam, ez egy ferdeház, és ezeknek a polcoknak nem árt, ha egyenesen állnak, főleg ugye egymáshoz képest, mert más bútornál, hogyha így V alakban szét nyílnak, jó.
elmegy. Ezeknél annyira nem. Annyira nem volt jó. Ráadásul másik irányba akartam a polcokat, úgy csak fárad a kezem. Szóval ide jött volna a negyedik, de akkor nem tudom felkapcsolni a villanyom. Úgyhogy ide ment a negyedik, a másik irodára. Egyébként azt lehet látni, hogy ott is üres, de arra a polcra még nem is pakolok, mert az a polc nincs rögzítve már, mint ez a három egymáshoz van rögzítve, de a negyedik nincs semmihez, és az még egyelőre billeg. Nem tudom. Szóval ez még apama vesz valami ízét, amivel tudja föl a kettőt összekapcsolni. Meg még lent egy kicsit üres. De nem azért vettem ezt a polcot, mert teli fogom egyből pakolni, hanem azért, hogy majd a következő években ne kelljen azon aggódnom, hogy hova pakolom a könyveim, amiket veszek, meg kapok. Úgyhogy ezen a polcon most bőven van hely egy időre, és ez volt a cél. El is fér, egy csomó más cuccomat is rá tudom pakolni, mert most a régin... Ja igen, itt egy létra. Szóval most ezen, erre ilyen mindenféle kézműves, meg ilyesmilyen dolgokat, meg dobozkákat pakoltam föl. És akkor nézzük ezt itt. Ja, hát igen, ugye most nem kellett, amiatt aggódom, hogy nem férnek el a könyvek, úgyhogy nem pakoltam nagyon tele egyik polcot se, meg Edmond felhívta a figyelmet, hogy ki tudom fordítani a borítókat most már, mert van hozzá hely, úgyhogy azok is látszódnak néhány szor, mert ja, igen, ott. Úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Nagyon jó vásár volt. És itt majd bőven lesz hely annak, hogy még újabb könyveket betegyek. Úgyhogy nagyon szuper. És körülbelül ez lesz itt a videózási helyszín. Tehát nem fogok ilyen messziről, de ja, mondjuk így. Úgyhogy otthon jól fog kinézni. Igen, létre egyébként azért kell, mert ideig érek föl. Pici vagyok. Szóval ez egy majdnem 2,5 méteres polc, én meg az a nem egész egy 70 centimmel, de rám fókuszáljon a kamera. Na most a polcra fókuszálta, jó? Úgyhogy, akkor ez volt ez a polcpakolászos mini vlog, kb. Nem tudom, hogy amiket tegnap felvettem dolgokat, mennyire használhatóak, mert igen, polcpakolással jobban el voltunk foglalva. Amúgy, fun fact, nyilván kiütötte félre legdurvábban az egyik hátsó falat tartó szöget, vagy ami a hátulját tartja. Én is, ez a gyomrom volt, mert éhes vagyok. Szóval igen, sikeresen, de ezt nem mutatom meg inkább. Nem látszódik az a lényeg, hogy elrontottam. Azon majd ne lepődjetek meg, hogy még nem ezelőtt a polc előtt fogok videózni, mert már van fölvéve is időzítve olyan videóm, ami még a másik helyszínekkel van, úgyhogy először majd azok mennek ki, de ezt valószínűleg ki fogom pakolni előbb, mert ez rövid lesz. Aztán majd ez lesz az új helyszín. Már várom, hogy kipróbálhassam élesben. Szóval igen, szóval ez az új polcom, és majd ezt fogom betölteni, megtölteni könyvekkel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok! Viszlát a következő alkalommal, amikor még nem ezelőtt a polc előtt fogunk találkozni.